100 méter megtétele után Wunderlich és Rózsa küzdelmét látják, a 200 méteres mellúszás, a sztárpárbaj első száma. Egyszer s mind ez a versenyszám a római világbajnoki döntő visszavágója. Ott Rózsa Norbert győzött, Erik Wunderlich Egyesült Államok lett a második, és az utolsó 50-re fordulva még mindig teljesen együtt a két versenyző. A pályabeosztás tekintve a négyesen Rózsa, a hármason Wunderlich, tehát fölül Wunderlich, alul Rózsa Norbert, és most már csak 25 méter van hátra, Rózsa mint egy két karcsapással vezet, sajnos futóóra nincs, mert tolvajok jártak a komjádiuszodába, egyre jobban elhúz, és most már csak nem testhoznyi előnnyel, az a bizonyos nagy hajrá működik most is, már több mint egy testhosszal, és ebben a pillanatban hatalmas ünneplés közepette a világbajnok Rózsa Norbert fölényes győzelmével ért véget a sztárpárbaj első száma. Erik Wunderlich ezúttal is a második helyen. Most már úgy tűnik, hagyomány lesz ez a verseny, hiszen tavaly is nagy sikerrel rendezték meg. Az év nagy hazai, mondhatni egyetlen igazán nagy úszó eseménye ez a rendezvény. Wunderlich egyáltalán nem látszik bánatosnak, ő tegnap már a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 60-70%-os formában van. Az időeredményeket egy kicsit később tudom csak közölni, megígérték, hogy idehozzák. Igaz, hogy a versenyt is előbb kezdték el, mint hogy ígérték, hiszen ezt a versenyszámot mi az elejétől szerettük volna közvetíteni, de minden egy kicsit előbb kezdődött. Zdeborszky Györgynek, az úszószövetség fő támogatójának, a Közép-Európai Nemzetközi Banknak az elnök vezérigazgatója nyitotta meg, és üdvözölte a külföldi versenyzőket is. Ugye bizonyára tudják sokan már, hogy $3,500 a győztes jutalma ezekben a páros versenyszámokban.